Legendás nyilvesztő cserélt gazdát nemrégiben, ugyanis Mónus József többszörös világrekordát tradicionális távlövői jász széltörő nevű nyila új tulajdonoshoz került. A nyilat Mónus József saját maga készítette, ami 1,5 millió forintért kelt el a napokban. A most gazdát cserélő nyilvessző 2017-ben ott volt a Fehér Farkas tegezében, azon az isztambuli hódító kupáján, amelyen Mónus Nérusin Anna és Mónus József a távlövészetben meghirdetett valamennyi kategóriát megnyerte, a magyar így diadalát hirdetve ezzel az egész világon. Egy olyan nyilvessző került értékesítésre az elmúlt napokban, amelyik valamikor a hódító kupáján, 2017-ben a hódító kupáján ott volt velünk Anival, és Ani és én voltunk kint a harcolni a magyar zászló becsületér Isztambulban, akkor a Hét Torony Árnyékában, és ez a nyilvessző egy három tegeznyi nyilvesszőt vittünk ki, és az egyik tegeznek az egyik vezérnyilvesszője volt, ez a nyilvesszőt úgy hívják, hogy széltörő. És azon a versenyen, attól függően, milyen az időjárás, bizonyos tegezekből vettük el a nyilvesszőket. Ez a nyilvessző akkor nem volt a verseny, nem lőtt a versenyen, azért, mert olyan szembeszél uralkodott, ami ennek a nyilvesszőnek a tulajdonságát nem kedvezően befolyásolta volna, tehát ő hátszélben tudott jól repülni, és a verseny után sikerült ezt is megnyerni Aninak és nekem is, és ezt a nyilvesszőt után, amikor hazahoztuk, akkor megpróbáltunk olyan helyre eljutatni az információkat, hogy a verseny után, a harc után ez a nyilvessző újra harcolt a magyar zászló becsületért, bizonyos érdekkörökért, a magyar közösségek érdekköréért, és meg lett hirdetve ennek a nyilvesszőnek az értékesítése, hogy aki szeretné ezt megvásárolni, kizárólag oly módon, hogy ez a pénz egyből nem is hozzám kerül, hanem ahhoz a közösséghez, akinek a megsegítésére fog majd tovább harcolni ez a nyilvessző, és így sikerült értékesíteni 1,5 millió forintra ezt a nyilvesszőt. A tegez az egy tárolóeszköz volt valamikor régen, amiben a nyilvesszőt tárolták a harcosok, és általában egy verseny, attól függ, hogy hol van megrendezve, 3, 4, 5 vagy 6 lövésből áll, és ezek a tegezek, amit én hordok ki ezekre a versenyekre, akkor 3, 4, 5 vagy 6 nyilvessző tárolására alkalmas, és ennek az egyik tegeznek a vezérnyilvesszője volt ez a széltörő. A nyilvesszőt Zetényi Csukás Ferenc, a Holti Miklós Társaság tiszteletbeli elnöke vásárolta meg, aki nem tartja meg a nyilat, hanem Mónus Józseffel közös gondolatként a székelyföldi Parajd közösségnek ajánlja fel. A határon túlra kerül, Parajd városába kerül, ott lesz a városházán kiállítva, és valami zarándok helynek szántam ezt valójában, hogy ez a nyilvessző az ott élő magyarságnak egy olyan büszkeséget sugárzó valamilyen tárgya legyen, ami hirdeti a dicsőséget, a büszkeséget, a harcot, a hitnek az erejét, és aki oda majd elmegy Parajd városházájára, ott majd megnézheti, hogy tud tenni egy egyszerű tárgy, amit fölöltöztetünk tudattal, hittel, elővel, akarattal, amikor már megszemélyesül és kiderül, hogy ő mondjuk a világ legjobb nyilvesszője, egyik legjobb nyilvesszője, és a versenyek után, amikor már nem zajlanak versenyek, valójában mégis harcol egy örökké tartó versenyig a magyarság életben maradásáért. Tehát egy ilyen zarándó helynek lenne ez a jelképes tárgya, ennek szántam én valójában. Ez a héten még hagyunálásom van, pár felvételek készülnek, talán az M5-ön is lesz egy forgatás, és utána a jövő héttől már a gazdájához kerül, ezt Zetényi Csukás Ferenc vásárolta meg, és Zetényi Csukás Ferenc pedig majd március 15-én Parajd városnak van akkor egy ünnepnapja, és ez március 15-én lesz egy ünnepség Parajdon, és akkor kerül díszesen, pompával a székely között átadva majd a városházán, akkor ott kerül majd a kiállításra. Széltörő egy igazán különleges nyilvessző, ami több éven keresztül készült. A pontos és precíz munka után hosszú folyamat, mire tökéletes lesz egy nyilvessző. A nyilvesszők 3-4 éven keresztül készülnek, de minimum 1 évig. Tehát körülbelül 1 év kell ahhoz, hogy amikor elkészülnek, hogy rájöjjek arra, hogy ő tud repülni, és utána, amikor rájövök arra, hogy tud repülni, utána kezdődik a tanítása, amikor megtanítom repülni sokkal jobban, mint bárkinek a nyilvesszője. Amikor elkészülnek ezek a nyilvesszők, akkor úgy szoktam mondani, hogy amikor mérnök voltam, de ez már a múlt világa,
amikor elkészítem ezeket a nyilvesszőket, akkor fullosan, tehát idézőjelben minden tekintetben racionális módon készítem elő, tehát fizikai törvények szerint. Amikor kiderül, hogy ő tud repülni, onnantól kezdve ez a fizikai törvények megszűnnek. Utána a lelkiséggel bír, és utána már nem nézek mögé, hogy miért tud úgy repülni. Tehát a kérdésére nem tudnám megmondani a választ, szerintem az egyénisége miatt lesz különleges a többihez képest. Széltörő példa arra, hogy hogyan tudja egy nyilvessző a magyarságot szolgálni akkor is, ha már nem lövik ki többi. Értéke a nemzet lelki felemelkedésének, a magyarság tudat megerősödésének szolgálatába kerül. Azt gondolom, hogy annyi évszázadokon keresztül a magyarság a Kárpát-medencében annyi ellenféle, annyi ellenséggel megküzdött, megvívta a harcait, és ezer évek után is itt vagyunk magyarként, büszke magyarként, és ezt a földet meg kell tartanunk. Béke van, barátság van, és ennek így kell lenni, de viszont az, én úgy látom, hogy mindig csak a békében, barátságban csak az erős népek maradnak meg. Tehát nekünk meg kell mutatni a hitet, az erőnket, a büszkeségünket. Mindig felkészültnek kell lennünk, mindig a legjobbnak kell lennünk a világon, legalábbis a tudatunkban, és akkor az ad egy hitet, egy büszkeséget számunkra. Mónus József és Zetényi Csukás Ferenc ezzel a gesztussal megtették az első lépést annak a tervnek a megvalósításában, amely szerint valamennyi elszakított területre jusson el a fehér farkas egy-egy nyilvesszője, ezzel jelképesen is átlőve minden határt elszakított testvéreink között.